Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délelőttön, ugyanis most már délelőtt van 10, 3 perc múlva lesz, 10 óra jelenleg mi nálunk, nem más csinálunk, mint készülődünk. Kint jó idő van, legalábbis egyelőre jó idő van. Képzeld el, mondta az esőt a hétre, meg ma délutára. Már reméljük, hogy nem lesz belőle semmi se. Jelenleg nem máshova megyünk, mint elmegyünk megmosni az autót, elmegyek nézni egy helyszínt, vagyis ha valami jött, hozzá akarok nézni egy helyszínt. Mit csinálsz? Itt van a Davis is. Ja! Mondd, hello! Oh, hello! Mit? Mit mondasz? Jaj, te! Hogy amint elkészültünk, ja, el fogunk indulni, neked még kell húznod egy rövid nadrágot. Ja, mit? Ott kint? Oda megyünk. Na gyere, menjünk! Davis nagyon be van indulva. Ugye Davis nagyon szeret mindig menni mindenhova, úgy mint én. Nem nagyon szeret itthon ülni, úgy mint én. De jelenleg készülődünk, és fel kell menned még a rövid nadrágodat, jó? Aztán át kell húznod a fölsőret, mert azt hiszem ez az alvósod. Utána pedig elmegyünk. Amit lehet, hogy elmegyünk gyorsan, és reggelizünk valamit. Mit szólsz hozzá? Álmos vagy még? Pedig a Davis elég korán kelt. Nagyon, meglátjuk. Úgyhogy most húzunk gatyát, legalábbis a Davis, mert már rajta van. Aztán elindulunk. Hova menjünk legelőször? Autót mosni, vagy a parkba? Talán az autót azt mosjuk meg először, azt utána menjünk a parkba. Ugyanis a park után lehet, hogy azok eljönni, mert nagyon fáradt lesz, és ugye megy aludni. Még mindig alszik, ugye délelőttönként, meg néha délutánonként, attól függ. Ugye? Megjöttünk nem mással, mint ide az autómoshoz, mutatom nektek, itt van szembe. Ott van a kórház baloldalt, ugye átlában mindig ide járok erre az autómosóra. Tele van, vagy mire vár az autó? Talán nem lesz tele. Van egy nem, nincsen. Azt hiszem, van egy-két autót áll benn, de ide be tudunk menni, oda középre valószínű. Úgyhogy gyorsan megmosom, aztán megyünk tovább, amit elfelejtettem. Képzeld el, a törölgető ruha. Úgyhogy nem fogom tudni áttörölni ugye az autót, csak gyorsan lemosom, ugyanis rettentő porosodik. Lent a garázsban ugye mindig nagyon megporosodik. A Davis közben eszik, sült krumplit eszik. Mert ugyanis megreggeliztünk mi gyorsan, és halljuk ezt, a Davis nagyon szereti a sült krumplit. Na várjál, kell apró pénz, ami nem tudom, hogy hova meg kell néznem, aztán mosunk. Megmostam, jó gyors voltam. $2 költöttem, átmostam, lemostam a polcsóra. Szép tiszta, legalábbis vizes. Amúgy itt színeztettem, vagy sötétítettem az ablakomat. Látom, hogy zárva van ennél a helyen. Itt a benzinkút mellett, úgyhogy most nem máshol megyünk, mint kimegyünk ide vissza a félútra. Tankolni azt még nem kell, mert félig van a benzinünk, vagyis a tankunk. És elmegyünk nézni egy helyszínt. Na várja, megvárjuk ezt a buszt. Ott a kórház, amit szemben látod, az új kórház. Na menjél. A valamihez nézzünk végül is helyszínt. Ha minden igaz, ma akarok filmezni a valamihez, de nem másra, mint a feleségemmel. Hogyha Davis elalszik, lesz időnk, akkor talán le tudom vele filmezni, de várj, mit csinál a busz megáll. És ahogy ugye múltkor mondtam, érdekes valamihez lesz. Oda nézd, mit csinál az autó, át akart menni majdnem a pirosan. Látod, hova kiment? Te, tolad vissza! Nem tudom, mit csinált ez, de piros lett a lámpa, mert jöttek az autók, és majdnem neki ment, képzeld el mindenkinek. Megérkeztünk ide, látod? Ez most a kedvenc parkom, ugyanis itt soha senki nincsen. Hogyha vannak is, akkor is talán egy autó, maximum kettő, de itt lehet filmezni. Azért szeretek ide járni, mert itt lehet filmezni, sose zavar itt senki. És még a Davis fog itt egyet rohangálni, én addig megmutatom nektek, hogy mit akarok megnézni. Na már ide leállunk, vagy... Bárhol leállhatnák végül is, mert látod, sehol senki, egy autó nincs a közelben. Amúgy ott a túloldalt, ott van egy gördeszka pálya, egy BMX pálya, egy kosárlabda pálya, ott nagyon sok gyerek van, mert nagyon sok autó, de itt a foci pályánál ugye erre senki, mert nem akarnak gondolom focizni, meg rohangálni, de nekem azért ez tökéletes. Na várjál, kiszállunk. Oda néz, pont jött egy autó. Látod? Biztos csak megfordul. Na várjál. Amúgy szép tiszta lett az autó, legalábbis a kor lejött róla, csak mivel nincs áttörölve, azért ezek a vízcsöppökkel lehet látni, hogy megszárad. Mutatom itt az elején, látod, itt kicsit megszárad, nem tudom, hogy a kamerán mennyire látni vagy nem, de ha nincs áttörölve, látod a cseppeket? Ezért szeretem áttörölni egy kicsit az autót, na várjál, ha Davis kap napkrémet, ugye, hogy leégjen, ugyanis nagyon süt nap, amúgy 26 fok van, nincs ez a nagyon izzasztó idő. Amúgy oda mutatom.
Oda szembe, oda akarok majd átsétálni arra a hátsó felére, és majd mindjárt meg is mondom, meg megmutatom, hogy miért. Na mi helyzet? Mi? Hova rohanunk? Megvárjuk a mamit? Ugyanis bent van még az autóba, valamit pakol a táskába, azt hiszem a Davisnek a vizét. Aztán itt rohanunk. Ja, de várjál meg, igen, oda fogunk lerohanni. Várjál, le kell zárni az autót. Leérkeztünk ide. Amúgy ide akartam lenni, meg oda a túloldalra majd mindjárt. Na, mi van? Jössz vagy maradsz? Rohanós. Amúgy oda be nem fogunk menni. Ott ugyanis sok mindenféle fajta állat van, gondolom. Úgy, mint kenguruk, és van kenguru, ott egy motár valahol. Ja, birdie. És ott ül a fán, látod? Ott, hol? Hoppá! Nem kell félni a madártól, a madár nem bánt. Látod? Ott ül fent a fán. Mondjad, hello, ott van. Hello, hello. Na, megyünk tovább amúgy. Akkor fel kell félni, hogyha van kis madara, ugyanis akkor jönnek ezek a megpályok, és megkopogtatják a fejedet. Nekem egyszer előfordult vagy kétszer, hogy megkopogtatták a fejemet, és elsétáltam a falat. Hoppá! És azt hitt, hogy el akarom lopni a kicsiket. Persze nem akartam ellopni, de leszállt, és így megkopogtatta a fejemet. Egy kicsit tud fájni azért. Na már, megyünk tovább. Ami itt nagyon sok van, nem más, mint a kenguruk, aki. Ott, mindenhol. Na, hogy megfogjad nekem, hogy belelépjél. Ja, kenguruk ide kakiltak. Ugyanis itt sok a kenguru, valószínű, hogy látjátok a kakiból. Hova mész? Ott a túloldal. Én azt mondom, hogy ott vannak, legalábbis a fal alatt én láttam egy-kettőt. De lehet, hogy rosszul láttam, mert süt a nap a szemembe. Meg a szemem nem is ugye a legjobb, ilyen messzire. De elmegyek odáig, megnézzük őket, aztán ha látom, megmutatom nektek. Lejöttem erre a fás részre, de nincs itt kenguru. Vagy elfutottak innét, vagy ahogy mondtam, nem kenguru volt. Amúgy ott megy egy repülő, most már elment. Egy ilyen kisebb repülő, ugye itt van a reptér, merre, arra felé, nem túl messze. A Davis nem örül, és a feleségem felvettem, mert be akart oda futni arra az erdős részre. Ugye oda nem szabad befutni, mert ki tudja, hogy mi van arra. De most elmegyünk visszafelé valamerre, arra felé, arra a parkra. És ott rohangálunk még egyet, amit találtam ilyen helyszínt, azt hiszem, majd meglátjátok a videóban, most nem akarom nektek megmutatni. Amint van körbe egy út, így a focipálya körül, itt lehet biciklizni, meg futkarászni, körbe. Ott a túloldalt is van egy focipálya, ami van akint emberek, nem tudom mit csinálnak. Úgyhogy átmegyünk ide-vissza. Labdát amúgy nem hoztuk el. Gyere, üljünk le, hogy bele ide a fűbe. Itt a vizet. Tessék, igyál egy kis vizet. Amint mindig szépen le van nyírva a fű. Azt számoltam, hogy hány focipálya lehet itt. Ott van 1, 2, 3, itt a más ugye a vége. Én szerintem egy olyan 4 focipálya biztosan néz ott a feleségem. Hello. Nem 4, mert ott mellette, látod, ott is van még. Akkor 8, te! Én sose láttam itt még senkit, hogy itt fociztak volna. Bár biztos, hogy használják, különben nem lenne mindig ugye lenyírva a fű. Szóval lehet, hogy kijövünk, hogyha látom, hogy itt fociznak, ugye röbbiznek, vagy valami, lehet, hogy kijövünk, azt megmutatom nektek ezt az ausztrál focit, hogy ugye hasonló az amerikaihoz, annyi, hogy az ausztrálok nincsenek beöltözve, de ugyanúgy nem ütik egymást, de egymásra ugrálnak, meg ilyen durva sport, ugye nem olyan, mint a foci, amit ugye Magyarországon játszanak. Na várjál! Megittad? Akkor megyünk vissza az autóhoz. Mit szólsz hozzá? Aztán hozzá megyünk és alszunk egyet, legalábbis te. Hova mész? Mi? Hova mész? Haza érkeztünk a Davis közben, elaludt, hogy próbálok nem olyan hangoskodni. Amúgy itt van a feleségem. Hello. Itt van a számítógép, és most elkezdjük filmezni a valami jöttnek azt a részét, amit ígértem nektek, vagy mondtam nektek, hogy a feleségemmel fogjuk lefilmezni. Kell hozzá egy számítógép, ahogy láttátok. Nem dolgokat fogunk megpróbálni, nem csinálunk semmi hülyeségesen, nem olyat, mint eddig, mint az a szájfeszítő kihívás, tehát nem ilyen kihívás lesz, kell hozzá nem más, mint ez a szék, ez a Davis-nek, ugye ez az etető széke, azért kell hozzá, mert erre fogom tenni a kamerát. Végeztünk a valami öttel, te! Levettünk egy párat, ugyanis érdekes dolgokat, majd meglátjátok, ahogy mondtam, úgyhogy most visszapakolok mindent, várjál! Davis még mindig alszik, lehet, hogy egy kicsit hangosak voltunk, de nem ébredt fel, elmegyek most be, megnézem, megmutatom nektek. Látod? Ott alszik a Davis. Úgyhogy most elmegyek oda. Visszapakoltunk mindent, úgyhogy most nem más csinálok, mint valószínűleg meg fogok ebédelni, vagy meg fogunk ebédelni a feleségemmel.
a kamerának az akkumulátorját fel kell töltenem, úgyis ki kell cserélnem, mert ahogy nézem, ez most le fog merülni. Túl sokat beszéltünk, meg azt, hogy iszok egyet. Na szárbusz, készen vagy? Felébredt a Davis, megebédelt, elkészült. Legalábbis azt hiszem, hogy kész van minden, ugye? Úgyhogy most lassan elindulunk, bemegyünk a boltba. Ja, menjünk a mamához is, vagy nem sokára. Közben megosztottam a videót, ugye kérdeztem tőletek, hogy melyik ház jobb, az első, második vagy a harmadik. Ezért a legtöbbet a harmadikra írtátok, bár mondta valaki, hogy a második, az elsőt még senki nem írta. A harmadikat kiadták, képzeld el, hazértünk még aznap délután, megnéztem, és ki volt adva a ház. Csak nézzem a Davis, mit pakol. Mit csinálsz? Tehát az harmadikat nem fogjuk tudni kivenni, azt sajnos kiadták, ugye mondtam, hogy nekem is az tetszett. A második az nyitva lesz holnap, lehet, hogy elmegyünk megnézni, már mondtam, hogy mindig korai. Az első még mindig megvan. Azzal csak ugye az a baj, hogy pici, de még mindig van időnk. De majd meglátjuk. Amíg valaki kérdezte, hogy miért nem tud a Lucas ugye gyalogolni az iskolába. Azért nem akarjuk, hogy nagyon gyalogoljon az iskolába, mert hogyha ugyanúgy kellene gyalogolni mondjuk innét az iskolához, ez kb. 45 perc gyaloglás ugye minden nap, amit gyalogol oda, délutánként ugye felveszem, de a nagy melegbe, ugye nyáron, rettentő meleg, és a nagy melegbe 45 percet nem nagyon akarsz gyalogolni, ezért nem akarjuk, hogy gyalogoljon Lukasz, hogyha nem muszáj, miért kell gyalogolni. Buszozni, meg ugye buszozni lehet, hogy majd kell neki buszozni, majd meglátjuk. De azért keresünk valami ott, ami közel van az iskolához, tehát ha oda bemegy, még akár ugye egyedül is simán át tud sétálni, és haza is tud jönni, meg hogy a Davis oda kerül, ugye őnek is kell menni. És valószínűleg majd abban az időben a feleségem biztos elmegy először ugye majd veled, de lehet, hogy a Lukasszel fog menni, ha csak addigra nem megy középiskolába lesz. Várja. Davis, mit csinálsz? Tudod, hogy van már rajta a cipő, legalábbis szandál, és ez az én munkás cipőm. Nagyon jól nézel ki. És most abba fogsz fel klaftatni mindenfelé, vagy mit csinálsz? Hallod, ne hülyeskedjél! Vagy azt is felveszed? Nagyon jól fogsz kinézni, de ez a cipő egy kicsit nagy neked, én azt mondom. Nem gondolod? Hm? Na, mindegy. Gyere, menj! Várunk, nem másra, mint a feleségem, hogy is otthon hagytuk mit hagytunk otthon? A babakocsit, ugye mi mást. Te, ez a szemeg még nekem is jó, nem? Látod? Opá! Csak egy kicsit koszos, nem is koszos, csak úgy lenyomata is az eleje. Ha? Elteszed? Aztán megyünk, amíg kezd felősödni. Úgyhogy ne a fülembe dugja, te! Úgyhogy nagyon nem hiszem, hogy kell ez a napszemeg most. Megjöttünk, hazaér, majdnem hazaérkeztünk. Megjött a Lukasz és szervusz Lukasz. Megnyomjuk, mindjárt jön a lift is. Látod, bepakoltunk mindent, amit vásároltunk. Közben a Davis szerette a gatyáját. És most pelenkába itten jár körbe-körbe. Ami a Lukasz, mit kaptál? Ja, és mit mondta? Azt mondta, hogy nehéz ez volt az első pálya, ugye? Ugye, és már játszott vele. Ja, nehezebb. Valaki költözik, ahogy látjál, ugyanis fent van itt a liften ez a zöld. Látod, elég sokan költöznek mostanában ki, meg be is azért még, nem Lukasz? Ja. Azt hittem, megállunk, nem állunk meg, megyünk vissza fel, még mindig a negyedikre. Nem sokára mi is költözünk. Még egy pár hét talán. Remélem, hogy találunk valamit, ha várja, megjöttünk. Elpakoltunk! El Lukasz és a Davis ment játszani a hátulra. Aztán közben nézegettem itt a papírokat, és általában így gyűjtem a papírokat a konyhába, az ilyen fontosabb papírokat. És a héten megküldték egy ilyen sárga papírt, ami nem más jelent, mint le fog járni az igazolványom, és meg kell hosszabbítanom. Úgyhogy ezt ki kell most majd töltenem valamelyik nap, és be kell vinnem. És csinálok volna már fényképet ugye, meg ki kell fizetnem, nem tudom mennyibe kerül. 10 évre csinálják, hogyha jól emlékszem. 100-150 dollárba kerül, én azt hiszem. Ugyanis, hogy utoljára 10 évvel ezelőtt akkor annyit kértek, ha jól emlékszem. De most már lehet, hogy több, mert az 10 éve volt. Nagyon meglátjuk, hogy ezt ki kell töltenem. Aztán valami nap lehet, hogy bemegyek. Majd megmutatom, lehet, hogy néz ki ez az iroda. Bár mint ott bent nagyon filmezni nem tudok, de kívül max meg tudom nektek mutatni. Mégis egy ilyen iroda. Vannak ilyen ablakok, meg le lehet ülni, meg várni. És oda mész az ablakhoz, megmondod ugye, hogy mi a problémád. És elintézed ugye, amiért oda mentél. Úgyhogy ezt már meg kell csinálnom a héten. Most pedig, azt hiszem, hogy ezt a mai videót itt lassan befejezem, ugyanis semmi érdekes nem csinálunk. Ez a mai nap amúgy lehet, hogy nem volt olyan túl érdekes, ugyanis sok mindent ugye nem csináltunk, de majd jövő héten talán. Majd nem sokára jön amúgy az összeszünet ugye a Lukasznek, hogy lehet, hogy el fogunk tudni menni egy pár helyre, ugye attól függ, hogy hogy dolgozok. A tengerpartra biztos, hogy lehet, hogy lemenjünk, de fürdőni már nem hiszem, hogy fogunk, mert addigra
Szerintem le fog hűlni egy kicsit a levegő. Max kajakozni lehet, hogy elmegyünk megint. Ugyanis ott a víz annyira nem tudja belemenned. Majd meglátjuk. Úgyhogy, mára ennyi. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét. Szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek. Ahogy szoktam mondani, sziasztok!